A bemutatás az megtörtént, és innen folytatnám, pláne, hogy jobb, ha a lényegről beszélünk, és nem az érdemekről, meg a különböző címekről. Tehát én tulajdonképpen egy további visszaugrást fogok itt végrehajtani, hiszen az előttem szólók, azok tulajdonképpen mindegy, egyik és a másikra is 15-15 évvel visszalépett a JASZA történetében, meg az ott folyó munka lényegét illetően. Én egy további 15 évvel mennék vissza ebben, ami azért nagyon lényeges, hogy ezt hangsúlyozom, mert a mi általunk ott az intézetben végzett munka az adott történelmi periódus, meg időpont, időszaknak a körülményeit tükrözte. Tehát egy csomó minden ma már triviálisnak tűnik, ami akkor még vizsgálati kérdés volt, és amiről beszélgettünk és vizsgálódtunk. És ugye ez is nagyon lényeges, hogy amikor én ott voltam, meg közvetlen kollégáim, ez ugye a 70-es évek második fele, 80-as évek eleje volt, ugye az egy teljesen más környezet volt, mint amiben az előttem szólók tudtak dolgozni, tehát sok minden befolyásolta azt, hogy mit csinálunk. Éppen ezért akkor az intézet nem volt annyira sokoldalú, nem volt egy, hogy mondták, Christmas tree, mint amit itt a előttem szólók mutattak a JASZA programjáról, mert akkor tulajdonképpen két-három nagy program volt a JASZA-ban, ugye az egyik volt az energia, a másik a élelmiszer és a mezőgazdaság, és a harmadik volt egy ilyen környezetvegyes program. Én a mezőgazdaság területén dolgoztam, ahol ugye a fő kérdés akkor az volt, hogy mi legyen az élelmiszerellátással. Megszüntethető-e az éhínség a Földön, vagy nem? A világ tudja szolgáltatni azokat az élelmiszermennyiségeket, amelyek a növekvő lakosság színvonalas ellátását tenni lehetővé. Tehát ugye ez volt a feladat, és erre dolgoztunk ki mi egy globális modellrendszert. Itt látható ezen az ábrán ennek a modellrendszernek a sémája, és tulajdonképpen ugye ez egy úgynevezett General Equilibrium típusú modellrendszer volt, amelyikben országok alkották a komponenseket, és ezeknek az interakciójából próbáltuk levezetni, hogy mi fog, vagy mi következik be a világ élelmiszer piacában és az élelmiszer fogyasztás mennyiségében. És itt látható, hogy próbáltunk elég részletesen bizonyos dolgokat modellezni. Ez egy nagyon kezdeti időszaka volt a globális modellezésnek, amikor tehát nem a komputerek nem voltak olyanok, mint most, meg a tapasztalatok is sokkal szűkebbek voltak a globális témák leírásában. Tehát én nem tudok olyan szép színes ábrákat itt bemutatni, mint ami itt korábban felkerült a táblára, mert akkor azért az emberi dolgok, a humán, a környezet, a biológia, ezek kicsikét olyan nagyon összetett területnek tűntek, és ezeket próbáltuk mennyire csak lehet leegyszerűsíteni. Ugye a JASZA mezőgazdasági modellrendszer az, modellrendszerben ugye ez megjelent, és nem is mentünk nagyon részletekbe, különösen a társadalmi, a politikai összefüggésekben. Viszont ez az egész mezőgazdasági modellezés, ez kapcsolódott a globál modelleknek, a világmodellnek sorozatához, hiszen a korábbi időszaknak nagyon jelentős
eredményei voltak ezek a világmodellek. Nem véletlenül, hogy a mezőgazdasági területen is a Meadows házaspár nagyon meghatározó szerepet játszott. Ugye aztán többen hallották a Limits to Growth című tanulmányt, meg világmodellt, és ugye a Donella Meadows, a Dönisznek a felesége az ebben a projektben dolgozott, tehát nagyon kapcsolódtunk ezekhez a globális modellezési kísérletekhez. A Brookman professzor is itt fejtett ki tevékenységet, de ezek a modellek azért részleteikben, a szofisztikáltságukban nem vethetők össze azokkal a modellekkel, amik most vannak. A JAZA-ban lévő számítástechnikai lehetőségek is jóval korlátozottabbak voltak, de azért lehetett már bizonyos dolgokat csinálni, és ez ennek a projektnek a egyik fontos alapja volt. Na most ugye itt ha magáról, az egész rendszerről akarok még néhány dolgot mondani, akkor ugye itt látható ezen az ábrán a koncepció, amelyik a lényege, hogy a világpiacokat, az agrártermékek világpiacait próbáltuk modellezni a különböző országok interakciójaként. Na most ugye ehhez kellett egy modell, amelyik a piacokat modellezte, és kellett egy pár modell, amelyik a szereplőket modellezte, tehát azokat az országokat, akik megjelentek a piacokon. És itt látható, hogy mi volt itt a koncepcionális rész. Na most ugye ez azt jelenti, hogy a nemzeti modellek voltak azok a komponensek, amelyek találkoztak, meg az outputjaik találkoztak a világpiaci modellezéssel, és ugye itt próbáltuk azért a kormányzati politikákat, a termelőket, a fogyasztást, jövedelmeket modellezni. És ugye itt az én feladatom azért speciálisabb volt, mert ugye ez egy nagyjából standard general equilibrium modell egy piacgazdasági szituációra. Most én viszont próbáltam az egész rendszerbe behozni akkor még ugye központilag tervezett országokat, tehát a szocialista országokat, a KGST-t, mindig itt el. A nemzeti modelleknek volt egy általános struktúrája, és ezen kívül ugye a magyar mezőgazdaság modellezése adta a mintát, ez egy pilot modell a nem piacgazdasági modellek országokra, és hát ennek a struktúrája látható itt, és ebből született a úgynevezett KGST mezőgazdasági modell, amelyik ugye most már majdnem nevetséges, hogy ilyenekről beszélünk, hogy KGST, de akkor ugye az ez volt a szituáció, és én ugye azt a feladatot kaptam, hogy csináljak egy modellt a KGST mezőgazdaságra. Hát ez a modell, ez körülbelül így nézett ki. És ugye az nagyon lényeges még, hogy itt volt egy fontos nemzetközi kapcsolódás, mert a FAO, a ENSZ mezőgazdasági világszervezete ebben az időben foglalkozott azzal, hogy milyen lesz a világ mezőgazdasága 2000-ben. Hát ez volt ugye 10 évvel korábban, és ehhez a nemzetközi munkához lényegében a JASA-ból mi szolgáltattuk az előrejelzéseket, hogy na hát akkor körülbelül mi várható, meg mi fog történni. Tehát egy nagyon fontos dologban voltunk részesek. Na most ugye érdekes, hogy ez az egész mezőgazdasági modellezés, meg ez a mezőgazdasági világmodell, mert végül is, ha ugye az összes nemzeti komponenst összevetjük, akkor ebből ugye egy nemzeti világmodell lett, amit próbáltunk modellezni a világpiacokat is, és ilyen néhány érdekes következtetés adódott,
ami máma majdnem nevetségesnek tűnik némelyiket, de akkor azért ezek fontos megállapítások voltak. Hát ugye többek között annak a kimondása, hogy akármit csinálunk, a mezőgazdaság az úgy fejlődik, ahogy addig. És ezt ugye, ha most innen visszanézzük, akkor ez most is beválik, igaz? Tehát az a, mit tudom én, 2,5%-os évi globális mezőgazdasági növekedés, az ma is megvan, mint akkor. Tehát nem várható, hogy ugrál. Na most az is fontos volt, hogy azt bizonyítsuk számokkal, hogy a mezőgazdasági termelés, a globális mezőgazdasági termelés, az képes a változó kereslet kielégítésére. Eléggé rugalmas ahhoz képest, hogy mit gondol az ember róla. De az is kijött ebből a modellrendszerből is, hogy a mezőgazdaság súlya az világméretekben csökken. Na most, ami a legtöbb nemzetközi visszhangot, vagy legnagyobb nemzetközi visszhangot váltott ki ebből az egész munkából, az a következő következtetés, amelyiknek az a lényege, hogy a világélelmezési rendszer mechanizmusa makacsul újratermeli az éhséget. Tehát próbálkozhatunk ezzel, azzal, amazzal, de az éhség megmarad. És ezt most is érzékeljük. Tehát ez a rendszer következetesen igazságtalan, rendkívül rugalmas és nagyon nehezen javítható. Ugye a fő másik konklúzió ennek a munkának az volt, hogy tehát a kulcs a nemzeti agrárpolitikákban van. A nemzeti agrárpolitikákat, hogyha sikerül változtatni, reformálni, akkor ez a rendszer talán éhező barátabbá tehető. És ugye itt nagyon izgalmas dolog volt az, hogy Afrikával mi lesz, az éhezők száma hogyan alakul. Erre nagyon sok érdekes dolog jött ki ebből a munkából, de lényeg az, hogy az éhezés az nem technikai probléma, hanem az éhezés az egy gazdasági probléma. Egy olyan gazdasági probléma, amelyik a kapitalista mezőgazdasági rendszerekben gyökerezik. Tehát itt mindig lesznek nyertesek, vesztesek, akik előre haladnak, meg lassabban mennek. Tehát mindig megmarad egyfajta éhezési veszély, és annál nagyobb mértékben minél kevésbé sikerül a nemzeti rendszereket megreformálni. Na most a Jasa rendszernek az egyik fontos hozzájárulása volt az, hogy a közös piac agrárpolitikai reformjához szolgáltatott ez. Éppen ezek a dolgok, amiket elmondtam, nagyon fontos inputokat, és ez visszaköszönt majd néhány ilyen eredmény a későbbi közös piaci agrárpolitikai reformokban. Úgyhogy ez volt az, amit én ott csináltam, és tulajdonképpen utána néhány olyan dolog, ami talán érdekes lehet itt. Egyrészt az, hogy milyen volt ott a munka. Ugye ez a 70-es évek második fele volt, ahol valóban nagyon színvonalas nemzetközi kutatógárda jött össze, és ugye a Meadowsokat már említettem, de például a Héfele professzor az energiaszektorban, vagy Rabár Ferenc Magyarországról. Tehát kiváló kutatók gyűltek ott össze, és életre szóló kapcsolatok alakultak ki. Én az egész további karrieremben élveztem annak a három évnek a pozitív hatását, amit a Jasába töltöttem. Több tekintetben. Részben, ugye ez nekem még egy egyetem is volt, mert egy csomó olyan mindennel foglalkoztam, amit a magyar egyetemeken akkor nem tanítottak. A másik dolog, hogy ezek a kapcsolatok, ezek emberhez kötődtek, és ott a mezőgazdasági projekt
körül, akkor olyan fiatal kutatók gyűltek össze, akik később a nemzetközi agrárközgazdasági élet meghatározó személyiségé váltak. Többek között FAO alelnök, OECD igazgató, amerikai miniszterhelyettes. Tehát, csak hogy ugye a legfontosabbakat említsem, ezek mind ott töltöttek bizonyos időt, és hozzájárultak ehhez a modellrendszer kidolgozási folyamathoz. És ugye azt kell mondom, hogy én személy szerint élveztem ezeknek az embereknek a barátságát, kapcsolatát, és együtt írtunk, szerepelgettünk. Most ugye érdekes még az, hogy ugye ekkor azért zajlott a hidegháború, mégpedig elég keményen a 70-es években, meg a második felében is, és hát ennek a körülmények között kell dolgozni. Ugye akkor a JASA volt az egyetlen olyan tudományos intézmény, ahol keleti meg nyugati tudósok lényegében szabadon dolgoztak együtt. Voltak meghívások, ide utazottak, de itt szervesen együtt kutattak. Na most ebből persze sok érdekes dolog adódott, mert persze hát mi is tudtuk, hogy amit a osztrákok mondtak, hogy ugye itt a spionok vannak ebben az intézetben, tehát a kémszolgálatok nagyon aktívak voltak ott. Nagy szerencse volt az, hogy mi magyarok, akik pár ott voltunk, meg a lengyelek, mi tulajdonképpen azok voltunk, akik dolgoztak. Aztán voltak olyan országokból jövő emberek, akik nem dolgoztak igazán, hanem csak ott nézelődtek, és figyelték a többieket. Ugye, én csak egy példát mondjak, egyik hétvégén bementem az intézetbe, mert valamit otthon felejtettem, vagy ott felejtettem, és otthon is dolgoztam. És valahogy közelítem ott a, nem tudom, aki esetleg ismeri, nekem a kitchen wingbe volt az irodám, befordultam oda a parkolóba, ég a szobámba a villany. Renéjem is ott mellettem volt, kérdezi, hogy hát mi van, hát nézzük meg, hogy mi van. És hát kiderült, hogy egy distinguished colleague Bulgáriából éppen az én fiókaimat vizsgálgatta, és nézegette, hogy ott mik vannak. Úgyhogy kérdeztem, hogy na hát mi van. Ó, azt mondja, azt hittem, hogy valamit itt felejtettem. De aztán ugye sajnos az történet szomorú vége az, hogy ez a bulgár kolléga azután, mikor visszament Bulgáriába, akkor utána kiugrott az ablakon, vagy kidobták az ablakon, és meghalt, mert mint úgy kiderült, ő ugye egy ilyen double agent volt, és ezt a bulgárok felfedezték, kidobták. De mondom, ez minket nem befolyásolt különösebben, mert mi tiszták voltunk. Tehát mondjuk az az igazság, hogy minket is figyeltek, és azt most már utólag ugye kiderült, hogy kik figyeltek, de ezt hagyd nem mondjam tovább. De mi azért szabadon dolgoztunk, írtunk, meg tulajdonképpen élveztük azt a szabadságot, ami a kutatásban ott megvolt, meg hogy lehetett gondolkodni, beszélgetni, stb. És tulajdonképpen itt ugye még az is érdekes, és itt a Balaton csoportot említeném, ugye a JASA egyik mellék eredménye lett az, hogy a mezőgazdasági program körüli nemzetközi szakértő gárda, amikor a projektnek vége lett, de már hamarabb, létrehozta az úgynevezett Balaton csoportot, amelyik a Dennis Meadows vezetett, és ez tulajdonképpen a mezőgazdaság környezeti összefüggéseit
meg a termelési potenciálok vizsgálatát tűzte ki célul. Hát egészen tavalyig minden évben találkoztak Magyarországon. Most ebben az évben valahogy nem láttam, és a Meadows se jelentkezett, pedig tavaly együtt is vacsoráztunk, mikor befejezték ezt a dolgot, mert aztán annyi szerencsé érte ezt a csoportot, hogy az egyik csoport tag, egy svájci professzorasszony, az meghalt. És végrendeltében 5 millió eurót, vagy svájci frankot hagyott erre a csoportra. Tehát ez lehetővé tette azt, hogy meghívják az embereket, mindenféle rendezvényeket tartanak. Szóval végső soron azt mondanám, hogy ez egy életre szóló élmény volt annak, aki pláne abban az időben ott hosszabb időt el tudott tölteni, és én mindig úgy emlékszem vissza rá, mint életem egyik legtermékenyebb és legérdekesebb időszakára. Na most ugye itt még azt jelenti, hogy termékenység. Hát ugye mivel mi dolgoztunk, nem figyeltünk másokat, tehát elég sok termék született abból a munkából, amiket én vagy mi ott végeztünk. Ugye látszik, hogy a két jasak kiadvány, a két kék, az tulajdonképpen a magyar modell, meg a KGST modell leírását tartalmazza. A Jáza riportokban több minden megjelent ebből, és akkor alul pedig tulajdonképpen azok a munkák vannak, amik az ottani tevékenységem alapján születtek, és ebből többen kettőt emelnék ki. Az egyik ez a Simulation and Systems Analysis in Agriculture, mert ez egy elég sikeres könyv lett, úgyhogy ezt az Elsevier is aztán kiadta, csak most hirtelen nem találtam meg azt az könyvet, amelyik az Elsevier kiadása ezzel a címmel, és a piros burkolat, az pedig, amit a Rabár Ferenccel írtunk, lényegében visszatekintve már a rendszerváltáshoz közeledve a magyar agrárpolitikára, és ebben a Jásza modellek eredményét is felhasználtuk és bemutattuk. Úgyhogy ugye hagyd fejezem be azzal, hogy hát ugye Rabár Ferenccel nekem nagyon jó személyes kapcsolatom alakult ki, utána is együtt dolgoztunk, és tulajdonképpen a magyar tudományos élet egyik érdekes és kiváló személyisége volt, aki sajnos nagyon korán meghalt. Ugye, úgyhogy mást is írtunk együtt, de ez a legfontosabb. Ez egy ilyen, mit tudom én, 300 oldalas könyv. Úgyhogy hát én ennyit szerettem volna mondani, azzal kiegészítve, hogy én nagyon örültem, hogy erre a rendezvényre sor került, és ez nem született volna meg Kis István nélkül, aki ugye itt van, köszönjük neki, mert ő volt az azért, aki az egészet kezdeményezte, szervezte, ő volt a mozgatója, úgyhogy István, én neked is még egyszer köszönöm. És köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.